Sietni kell a halpucolással ebben a szexádi üzletben. Péntekenként mindig hosszú a sor. Ráadásul nem csak a fizető vendégek várnak a finomságokra. Gerzson! Gyere! A bolt mögötte közben Gerzsont a gólyát hívja az üzletvezető. Nem kell sokat várni, és a madár meg is érkezik. Évek óta jár ide vissza tavasszal és nyáron, miután hazatért Afrikából. Nem véletlenül, itt ugyanis terített asztallal várják. Napi szinten többször is visszajár. Etetjük a halnak a szírványával. Meg ő is tudja, hogy hol lehet jó halat kapni a városban. Gerzson pontosan tudja, hogy hova kell menni a halhúsért, itt folyamatosan etetik őt. Az üzlet dolgozói az elfogyasztott étel mennyiségéből már azt is tudják, mikor keltek ki a gólya fiókái. Sőt, van, hogy a madár elkíséri őket a közeli lángosozóig is. Ilyenkor, mikor még nincsenek fiókák, akkor csak egy nap egyszer-kétszer jön. Hogyha vannak már fiókák, akkor már nyitás előtt itt áll, és akkor 8-10-et is fordul egy nap, és 7-8 szilványát tud elvinni egyszerre, úgyhogy már nyakába is látszik, hogy alig úgy fut neki, alig tud felszállni, hogy úgy megvan rakva. Jellemzően a hím madarak térnek vissza elsőként Afrikából, őket néhány hét múlva követik a tojók, akik rendszerint már a felújított fészekbe rakják le a tojásokat. Idehaza a néphagyományban a gólyák a tavasz eljövetelének jelképei, és évszázadok óta élnek együtt az emberekkel, sokáig szerencsehozó állatokként tartották őket számon. Nagyon szeretem az állatokat. A gólya, azt tudom, hogy a babát hozza, van néha, hogy a gyerekeknek azt mondják. Hiába számít jó előjelnek, ha egy háznál gólyát látnak, manapság egyre kevesebb van ezekből az állatokból idehaza, erről pedig főként mi emberek tehetünk. Vannak gólyák, de hát egyre kevesebben vannak. Maga hallott már berekegést mostanában, utóbbi években, mert én még nem. A Madártani Egyesület önkéntese szerint is egyre nehezebb helyzetben vannak a gólyák, ami egyrészt a szélsőségessé váló klimatikus viszonyoknak, másrészt az egyre fogyó tápláléknak tudható be. Hogyha esetlegesen egy fészekben szerencsétlenség, pusztulás van valamely szülő esetében, vagy hasonlóan aszályos évre számíthatunk, amire sajnos lássuk be van némi esély, akkor is azt mondanám, hogy mindenképpen konzultáljunk előtte az illetékes nemzeti parknak a szakembereivel, hogy konkrétan abban az esetben milyen beavatkozás lenne a legmegfelelőbb a madarak számára. Kevesen tudják, de a szakértő azt mondja, a nálunk látható gólyák minden esetben már legalább 3 évesek. Nekik ez csak itt egy költésre alkalmas terület. Tehát amikor az idei fiókák, illetve a tavalyi fiókák elvonultak Afrikába, akkor ott egy 3-4 évet eltöltenek, és csak ezután térnek vissza hozzánk. Tehát biztosan nem lesz olyan, hogy a tavaly kikelt fiókákat látjuk újra a fészkeken, vagy annak közelében. Gerzsonról, a gólyáról a helyiek egyébként úgy tartják, hogy már több mint 20 éve jár vissza minden tavasszal Szekszárdra.